ezeket is leír, amelyek nem léteznek, amelyek elvesztek, elégtek, ugye? És itt teszi föl azokat a nagyon-nagyon érdekes kérdéseket, amelyek azonban azonnal egzisztenciális tétet adnak a szövegeknek. Ugye amikor például az eléget, ugye Caravaggio Szent Mátia kapcsán fölteszi azt a kérdést, hogy fönnáll-e bármiféle összefüggés Isten és ígő vászon között? Ugye? És egy pár sorra följebb azt mondja, hogy igen, a legszebb